A jó idő beköszöntével egyre többen vannak az utakon, ebből nem kevés a motorosok száma. Bár védőruházatot viselnek, mégis ők a legkiszolgáltatottabbak a forgalomban. Az elmúlt napokban 3 baleset is történt. Többek között Tolnán egy segédmotoros közlekedett a biciklisávban, amikor kanyarodás közben elütötte egy 36 éves helyinő. A gázolóról kiderült, hogy ittasan vezetett. Az elmúlt napok baleseteiben ugyan nem a motorosok voltak a hibások, de ennek ellenére fogadják meg a tanácsainkat. Mielőtt motorral elindulnak, minden esetben ellenőrizzék a járműnek a műszaki dolgait, hogy olyan járművel induljanak útnak, amivel biztonságosan haza is érhetnek. Útkereszteződésekben különösen figyeljenek arra, hiszen a kanyarodó személyautók nem minden esetben észlelik az előttük lévő motorost. Továbbá tartsák be a közlekedési szabályokat és figyeljenek mind az autós és gyalogos, mint pedig a kerékpáros és motoros társaikra. Magukat is fel kell készíteni a pár hónapos kihagyás után, ugyanis megnő a kockázat a reflexek tompulása miatt. Segédmotoros kerékpárra is ugyanolyan vezetői engedély szükséges. Ez azt jelenti, hogy azok a járművezetők, akik ilyen közlekedési eszközzel haladnak, nekik ugyanúgy szükségük van vezetői engedélyre. Csak bukósisakban indulhatnak útra, és a járművükre kötelező felelősségbiztosítást kell kötni. Ugyanez vonatkozik azokra a rollerekre, valamint azokra az elektromos kerékpárokra, amelyeknek a teljesítménye meghaladja a 300 wattot, hiszen ezek a járművek innentől ugyanúgy segédmotoros kerékpárnak minősülnek. Fontos tehát, hogy a szezon első útja előtt a motorosok felkészítsék a járművüket, ellenőrizzék a motorkerékpárok műszaki állapotát, ezt követően pedig óvatosan, körültekintően közlekedjenek az utakon.